bántalmazásnak minősül azon túl, hogy valaki fizikailag téged üt, az is, hogyha lelkileg ki vagy rekesztve és ki vagy közösítve és a hátad mögött sugdolóznak rólad és csúnyákat mondanak rólad, ez semmilyen formában nem elfogadható, és ami nagyon fontos még, hogy tudjátok, hogy ez nem a ti hibátok. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni a figyelmet bizonyos dolgokra, mint például egy ilyen ügyben is. Azt gondolom, hogy ha már megadatott nekem, hogy használjam a hangomat, akkor használom, és hogyha felszólaltok és meghallgatják a véleményemet, akkor elmondom. És hát igen, én szerintem beszélni kell az olyan dolgokról, amikről ugye nem mernek sokan beszélni. Hát szerintem első lépésként mindenképpen beszélni kell róla, meg kell említeni, vagy akár egy barátodnak, vagy barátnődnek, aki ugye ott van, hogy legyen melletted valaki, hogy ne legyél egyedül, mert az nagyon rossz érzés, amikor egyedül vagy, ezt én is tudom, vagy ugye akár a tanárnőnek, vagy edzőnek, vagy a szüleidnek, felnőttel is én azt gondolom, hogy ezt meg kell beszélni, és ők segíteni tudnak, illetve hát az is nagyon fontos, hogy elmondjuk azt is, hogy akik ilyet látnak, nem bántalmaznak, vagy nem olyanok, akiket bántanak, hanem csak egyszerűen kívülállók, és látják azt, hogy valakivel nem úgy bánnak, ahogy kéne, akkor az menjen oda ahhoz, akit éppen bántanak, üljön le mellé, kínálja meg a chipsből, vagy rágóból, ami éppen nála van, és vonja be őt is a beszélgetésbe, és legyen ott vele, és ezt fel fogja dobni a napját. Hát engem személy szerint így kiközösíteni nagyon, olyanra nem volt példa, hál' Istennek, hogy kiközösítettek volna, vagy bántalmaztak volna fizikailag, de azért azt sokszor éreztem, hogy magányos vagyok, és egyedül vagyok, és sokszor meg nem értetnek is éreztem magam. Például volt olyan is, igen, hogy ez már gimnáziumban volt, szóval azt hinni az ember, hogy ilyenkor már nem történik ilyesmi, de még ott is előfordulhat, hogy nem értettek azzal egyet, hogy én miért indulok előnyből, amikor egyetemre jelentkezem, ugye azáltal, hogy olimpián én pontszerző voltam, több felvételi pontot kaphattam, és hát ez ellen egy kicsit úgymond lázadtak, hogy miért, hogy nekem ez nem jár, és hogy ez nem fair velük szemben. És akkor a tanáraim voltak azok, akik elmagyarázták ezeknek a diákoknak, hogy hát ez pedig így működik, és hogyha ez van, akkor ezt el kell fogadni, és nem kell amiatt támadni azt, akinek több pontja van. Szóval ez nagyon jól esett, hogy ilyenkor a tanáraim mellém álltak. Én azt gondolom, hogy azért az embernek a szülei azok mindenképpen egy állandó támasznak számítanak. Nekem is, én édesanyámmal nőttem fel, de édesapámra is bármikor számíthattam, és mindig elmondhattam nekik, hogyha valami bántott. De igaz ez a nővéreimre is, a húgomra is már, és az edzőmre is, mindig is, akinél éppen voltam, az előző edzőm is, és a mostani is, Wirth Balázs személyében, ő rájuk is bármikor számíthattam és számíthatok. De persze igazából a körülöttem lévőkre azt mondhatom, hogy szerencsés vagyok annyira, hogy olyan emberekkel vagyok körülvéve, akikre mindannyiukra számíthattam mindig is, úgyhogy sokan vannak, hál' Istennek. Hát én ugye a versenyszám előtt már egy órával leülök és fókuszálok, általában zenét hallgatva, és amikor már a rajtkőre felállok, akkor már egy olyan állapotban vagyok, amit nagyon nehéz felidézni, mert annyira azt érzem, hogy fókuszálva vagyok arra, amit éppen csinálni fogok, hogy akár fel is gyúlhatna az egész épület körülöttem, azt sem venném észre szerintem. Úgyhogy olyankor már tényleg csak az a most adott esetben ugye a világbajnokságon a 200 pillangó volt a fejemben, minden egyes méterét memorizáltam, hogy akarom megcsinálni, és leúsztam magamban ezerszer. Úgyhogy ez volt a fejemben, hogy igen, most ez a feladat áll előttem, és ilyen tényleg annak ellenére, hogy nagyon sok gondolat volt a fejemben, mégis tiszta volt a fejem. És úgy ugrott, ilyenkor úgy szoktam már beugrani, hogy pontosan tudom, hogy mit akarok csinálni. Készüld a Cartoon Network csatorna megbízásából. Fő támogató partnereink a Star Network és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.